új igazgató, Varga Béla tűzoltó ezredes irányítja a megyei katasztrófavédelmet. Tirpánk Fesztivál és Hungarikumok. A hétvégén újra benépesül a Kossuth tér. Első segélynyújtási nap, iskolások ismerkedtek az alapvető módszerekkel. Önök a Nyíregyházi Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Varga Béla tűzoltó ezredes irányítja a jövőben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóságot. Az új vezető az idén júniusban elhunyt Csepej Zsigmond dandártábornok helyébe lépett. Varga Béla ünnepélyes beiktatására a megyeháza besenyei termében került sor. Bejelentem, hogy dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere, dr. Tollár Tibor, tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója javaslatára kinevezi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójának 2015. szeptember 15-ei hatállyal Varga Béla tűzoltó ezredest. Varga Bélát nevezte ki dr. Tollár Tibor, tűzoltó vezérőrnagy országos katasztrófavédelmi főigazgató szeptember 15-ével a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság élére, akinek kinevezési parancsát Bitman Tibor tűzoltó dandártábornok a Belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatóság humánszolgálatának vezetője ismertetett. Az új megyei igazgató korábban a Jász-Nagykun Szolnok megyei szervezetet irányította. Az elmúlt fél év rendhagyó volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem életében, hiszen a segítőegységek tagjainak a vészhelyzetek mellett fiatalon elhunyt bajtársuk elvesztésével is meg kellett küzdeni. Csepeli Zsigmond tűzoltó dandártábornok, a megyei igazgatóság korábbi vezetője idén júniusban bekövetkezett haláláig szolgálta a szervezetet, terveit azonban már nem tudta haladéktalanul véghez vinni. A beiktatási ünnepségen elhangzott, a megyei kirendeltség élére olyan vezetőt kellett találni, aki megfelelő végzettséggel, szakmai gyakorlattal és elhivatottsággal rendelkezik. Mindezek mellett fontos volt, hogy személyisége és emberi tartása garancia legyen arra, hogy az itt megkezdett úton vezetni tudja beosztottjait, és hogy közösen váltsák valóra a korábban megálmodott terveket. Elsősorban meg akarom ismerni a megyét, hiszen az elmúlt három évben jelentős változások voltak mind a megyében, mind pedig a katasztrófavédelmi igazgatóság berkein belül. Elődeimnek a munkájára alapozva szeretném, hogyha a jövőben is ez a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság példaképű szolgálna mindig is az országban, hiszen ez az igazgatóság az elmúlt 15 évben mindig az élenjáró igazgatóságok között voltak. Ezt a jó hagyományt én szeretném megőrizni, és olyan munkát végezni, amivel mindig mindenki előtt példaképpen tudunk szolgálni. Az új vezető ünnepi beszédében elmondta, ismerős terepre tért vissza, hiszen 2012-ben egy éven át irányította a nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltséget. Kiemelte, bízik a megyei igazgatóság teljes személyi állományában, és azt reméli, a közös munka során együttes erőfeszítéssel tovább javíthatják a megye biztonságát. Tirpánk hagyományok, kulturális értékközvetítés és gasztronómia, ennek jegyében szerveznek szombaton Tirpánk Fesztivált és Hungarikumok találkozóját a Kossuth téren. Az esemény beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, több mint 45 féle tirpánk finomság és hungarikum étel, valamint kulturális programkavalkád várja majd az érdeklődőket. A Rákóczi szabadságharcot követően Nyíregyháza népessége erőteljesen megcsapant, így a város birtokosa, gróf Károly Ferenc szlovák telepeseket hívott a földterületre. A tirpákok nem csak vallásukat, szokásaikat hozták magukkal, hanem gasztronómiájukat is. Ételeik nagy részét sokan ma is szívesen készítik és fogyasztják. A fesztivál középpontjában éppen ezért a tirpák hagyományok megőrzése és továbbörökítése áll. A város igen erőteljesen kötődik a tirpák hagyományokhoz, lesz ennek kiegészítéseként, vagy emellett nagyon sok olyan hagyományőrző fellépő és műsor a délelőtt folyamán egészen 3 óráig, amely a magyar népi kultúrának állít emléket és elevenedik meg a ide látogatók előtt. Az eseményre főzőversenyt is hirdettek. 22 csapat, profi, amatőr és szakiskolai kategóriákban méri majd össze tudását. Egy kis ízelítő a szombati kínálatból. A kulináris élményekre vágyók a lapcsánka mellett több mint 45 féle ételt kóstolhatnak majd meg.
Nyilván, hogy a rendezvénynek a néve Tirpák Fesztivál és Hungarikumok találkozója, úgyhogy keveredni fog mind a kettő. Tirpák ételeket is meg lehet kóstolni, illetve Hungarikum ételeket is meg lehet kóstolni. Tirpák ételek közül mondjuk a káposztás csirkét meg lehet kóstolni a Tirpák tekercset, és Hungarikumok közül mondjuk a karcagi birkapörköltet, amit éppen a nyíregyházi régós csapat fog elkészíteni. A Hungarikumok közül az akácméz, a csabai és a gyulai kolbász, a szikvíz, a tokai bor, a kalocsai és matyó népművészet, valamint három eredetvédett pálinka is bemutatkozik. A szervezők a gyermekekre is gondoltak. Az egésznapos program során megismerkedhetnek a tirpák népi fajátékokkal, az íjászattal, valamint önvédelmi technikákkal is. 13 órától pedig kezdetét veszi a családi marcipán készítő verseny is, amelynek keretében jelesztukrászok mutatják majd meg a figurakészítést. Titkait. A gasztronómiai kalandozás mellett a nap folyamán táncegyüttesek produkciói szórakoztatják majd a látogatókat, este 8 órakor pedig Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba adnak koncertet, a napot retro diszkó zárja. Első segélynyújtási napon vettek részt a sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagiskola tanulói. Interaktív foglalkozás keretein belül mutattak meg a gyerekeknek a mentőtiszt hallgatók olyan alapvető segítségnyújtó módszereket, amelyeket az iskolások is bármikor alkalmazhatnak. Az egészség napon a közelgő szívvilágnapjáról is megemlékeztek. A szabályos újraélesztés helyes technikáját gyakorolják a gyerekek a Szabó Lőrinc tagiskolában. A lélegeztetés és szívmasszázs mellett számos első segélynyújtó módszert ismerhettek meg az alsósok. Az interaktív foglalkozást az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kirendeltsége által felkért egészségügyi főiskola hallgatói vezették. Az intézményben már hagyomány, hogy első segélynyújtó napot rendeznek, idén harmadik alkalommal bővíthették hasznos ismeretekkel tudásukat a tanulók. Ilyenkor a gyerekek azért ebben a fiatal korban egyrészt sokkal folyékonyabbak, úgy látom, hogy sokkal jobban érdekli őket az egész témakör. Ilyen gyerekkorban nyilván gyakoribb a baleseteknek a sűrűsége. Elesik az udvaron, beveri a fejét, vérzik. És ilyenkor inkább az emberek nagyon megrémülnek, ahelyett, hogy is segítenének egymáson. És úgy tapasztaljuk, hogy ha a gyerekek most megtanulják, akkor később ebben ezen nagyjából készségszinten fogják tudni ezt az első segélynyújtást művelni. A bemutató foglalkozáson sérülésfajtákat, vérzéstípusokat, valamint azok ellátási módjait és különböző kötözéseket tanulhattak meg az érdeklődő gyerekek. Olyan információkhoz juthattak, amelyeket a mindennapi életben is hasznosítani tudnak. Ja, valaki meg sérül vagy elájul, hogy tudjak rajta segíteni. Meg a családba, mert valamelyikünk nem tud úszni, segítsek rajta. Egy esetleges vészhelyzet esetén bizonyítottan jobban mernek segíteni azok, akik valamilyen első segélynyújtási képzésben már részt vettek. Az egészségnapon a tanulók nem csupán konkrét problémákra készültek fel, hanem a közelgő szívünk napjáról is megemlékeztek. Ezt minden évben szeptember utolsó vasárnapján rendezi meg a Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány azért, hogy felhívják az emberek figyelmét a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzéseire. Színházi társasjátékra invitálták a középiskolás diákokat a Művész stúdióba. A tizenévesek nem egy színdarab puszta szemlélői voltak, hanem aktív részesei lehettek azoknak a helyzeteknek, amelyek azt mutatták meg, milyenek a mély szegénységben élők mindennapjai. A Szociopoli című előadás része annak az érzékenyítő csomagnak, amely a Móri Zsigmond Színház és a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola részvételével megalakult Színházi Nevelési Regionális Központ valósít meg. A helyszín egy magyarországi kis település, a szereplők négy tagú családok. A faluban nincs munkalehetőség, az ott élők jövedelemre csak segélyekből, alkalmi vagy fekete munkából, szerencsés esetben közmunkából számíthatnak. A családokat a Művész stúdió színpadán középiskolás fiatalokból álló csapatok játszották, akikhez a Móri Zsigmond Színház művészei is csatlakoztak. A csapatoknak a játék szabályai szerint egy hónapig a rendelkezésükre álló forrásokból kell megélniük. Egy társas játékmezőjén haladnak, amelyek a hónap napjait jelzik. A 30 nap alatt csekély jövedelmükből gazdálkodhatnak, miközben élik mindennapjaikat és valósághű helyzetekben kell dönteniük. Az interaktív előadásban a falu lakóit, a polgármestert, a vállalkozót, a postást, a boltost, a rendőrt és az uzsorást színészek alakították.
A Szociopoli című előadása a Mentőcsónakegység és a Gyerekesi Egyesület közös produkciója, amely a társasjátékot és a drámát ötvöző interaktív színházi társasjáték műfaját teremtette meg. A szegény sor lakóinak a problémáira szeretnénk őket érzékenyíteni, ezért muszáj őket odavinni. A valóságban ugye nagyon nehéz valódi kapcsolatot létesíteni, tehát nem tudunk diákokat kivinni valóban azokba a falvakba, ezekbe a szegény sorokra, ezekre az utcákra. De belerakhatjuk őket egy ilyen színházi helyzetben, azokba a szituációkba, amelyekben az ott élők rendszeresen belekerülnek. A Szociopoli című előadás az egyik programja annak a Színházi Nevelési Regionális Központnak, amely a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola részvételével és a Móri Zsigmond Színház együttműködésével alakult meg. Az erről szóló megállapodást a Művész Stúdióban megtartott előadás után írta alá a két intézmény igazgatója. Az első lépés ez a Szociopoli előadás, amit közösen hoztunk létre. Mi adjuk hozzá a színészeket, a játszóját, kellékeket, magát a próbaidőt, és ők adják a drámapedagógusokat, és bízunk benne, hogy a továbbiakban még lesz ebből sok közös projekt. Tehát igazából a két intézmény most egyelőre ennek az előadásnak a létrehozásában működik együtt. A Szociopoli című előadás egy 4 elemből álló érzékenyítő csomagrésze, amely az előítéletek ellen küzd. A 4 programot 10 középiskolai osztályban valósítják meg pályázati forrásból. Arra törekszünk, hogy minél több helyszínre eljusson ez a csomag, hogy a gyerekek interaktív módon a saját bőrükön megtapasztalva és nagyon sok élményen keresztül gondolkodjanak el ezen a témán, a mélyszegénység, a szociális helyzetek mindennapi híradón túli megbeszélésén keresztül, és egy kicsit a szemléletmódjuk változzon, érzelmileg is másképpen álljanak a világhoz, és tudják megbecsülni azt, ami az ő sorsukban nagyon pozitív, és tudjanak nyitottak lenni az emberi sorsok iránt, és talán tevőlegesen is tudjanak tenni másokért. Ez nagyon-nagyon fontos üzenet ennek a programnak. A Szociopoli című interaktív színházi társasjátékot a tervek szerint nem csak a Művész Stúdióban mutatnák be, hanem tantermi színházi előadás formájában is elvinnék a középiskolásokhoz. Az előadások után a diákok drámapedagógiai foglalkozásokon vesznek részt, hogy feldolgozzák az előadás közben átélt érzelmeket. Első alkalommal csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai programsorozathoz a Józsa András Múzeum. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Járdaépítési munkák kezdődtek Nyíregyházán az Incédi sor, Szent István utca és Bocskai utca közötti szakaszán. Jelenleg a burkolat bontása folyik, az útszakaszon megállási tilalom és sebességkorlátozás lassítja a forgalmat. Folytatódnak a járdaépítés előkészítési munkálatai az Árpád, a Család, a Móricz Zsigmond és a Katona utcákon. Szeptember 17-én csütörtökön elkezdődik a járda felújítása a Kert utca, Szent István utca és Maláta utca közötti szakaszán is. A következő héten valamennyi útszakaszon aszfaltozással folytatódnak a helyreállítási munkák, melyek előreláthatóan szeptember végéig befejeződnek. Tegnap délután az Árok utcán egy álló személygépkocsinak ütközött egy másik autó. Személyi sérülés nem történt, a balesetet rendőri intézkedés követte. Szintén tegnap délután a Bethlen Gábor és a Bukarest utca csomópontjában egy kerékpárost gázolt el egy kanyarodó személygépkocsi, a megsérült biciklista mentő kórházba vitték. Tegnap este az Országzászló téren egy kerékpáros hajtott át a zebrán és egy haladó személygépkocsi oldalának ütközött, a biciklista mentő kórházba szállították. Ma délelőtt a 38-as számú főúton Nyíregyháza és Nyírtelek között egy autó lesodródott az útról, fának ütközött, majd felborult. A gépkocsi vezetőjét a mentőkórházba szállították. Első alkalommal csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai programsorozathoz a Józsa András Múzeum. Szeptember 19-én és 20-án Nyíregyházán a múzeumban kamarakiállítás, pódiumbeszélgetés, városi séta és koncert várja az érdeklődőket.
Az Európa Tanács védnökségével már 50 országban rendezik meg az Európai Örökségnapokat, amelyhez Magyarország már az 1990-es évek elején csatlakozott. A kulturális örökség napjai ma már mozgalom, helyi önkormányzatok, közösségek, szakmai és civil szervezetek vesznek részt benne, hogy bemutassák épített örökségüket, és a látogatók megismerhessék a helyi értékeket. Az idei év központi témája földbezárt örökségünk. A József András Múzeum első alkalommal csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai programsorozathoz. Egyrészt azért döntöttek így, mert egy régészeti kincsekkel is rendelkező múzeumhoz közel áll az ezévi programsorozat témája. Másrészt pedig azért, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez, Nyíregyházához és a múzeumhoz is kötődnek azok a személyek, akikről az idei rendezvénysorozaton megemlékeznek. Megemlékezünk Rómer Frólis születésnapjáról, aki a magyar régészet atya, aki egyébként 1869-ben József Andrástól megásták a geszterédi kunhalmokat. A másik személyiség Rót Miksa, az üvegművész, az üvegfestő, mozaik tervező, és ha Nyíregyházán mondjuk értő szemmel sétálgatunk, akkor nagyon sok alkotást láthatunk, ami Rót Miksának a munkája. Ha csak a nyírvízpalota szép üvegablakait, vagy a most a régen bank, ugye most a házasságkötőtermnek a festett ablakait nézzük, vagy a Rómaikus templomnak a szép üvegablakait, ezek mind Rót Miksa alkotásai, csak ezt kevesen tudják. Hát most ez mi el fogjuk mondani mindenkinek, aki eljön velünk sétálni, aki eljön a múzeumban, és mi egy harmadik embert is felvettünk erre a listára, Lehoczky Tivadart. 185 éve született, 100 éve halt meg, és ha ő nincsen, akkor ma szinte nem tudunk semmit az egykori Beregről. Szeptember 19-én és 20-án Nyíregyházán a múzeumban kamarakiállítás, pódiumbeszélgetés, épületlátogatások és koncert várja az érdeklődőket. A programsorozat szeptember 19-én szombaton délután 16:30-kor kamarakiállítással kezdődik, amely Nyíregyháza szecessziós építészeti, iparművészeti emlékeit mutatja be. A kiállítást pódiumbeszélgetés követi, amelyen dr. Németh Péter régész, dr. Ondel Csaba főiskolai adjunktus, Jakab Attila régész, Csabai László író-költő és dr. Dámné dr. Rácz Magdolna irodalomtörténész, etnográfus vesz részt. Szombat este 17:30-kor a Milord együttes ad francia sanzon koncertet a József András Múzeum udvarán. Szombaton 11 és 16 órakor és vasárnap előzetes bejelentkezés alapján körséta a szecessziós építészet és iparművészet világában címmel 11 épület külső és belső megtekintésére nyílik lehetőség. A városi séta során többek között a Nyírvízpalotát, a Magyarok Nagyasszonya Társzékesegyházat, a Görög Katolikus Püspöki Palotát, az Agrár Takarékpénztár épületét, a Pávás házat, a Korányi villát és a Ruzsonyi házat nézhetik meg az érdeklődők. Rossz idő esetén minden programot a múzeum épületében tartanak meg. Megkezdi a felkészülést a jövő évi olimpiára Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló háta mögött sikeres esztendő van, több versenyen is győzni tudott. Teljesítette az olimpiai kiküldetési szintet, megnyerte a magyar bajnokságot, legutóbb pedig győzelmével bronzéremhez segítette a nyíregyházi sportcentrumot a csapatbajnokság fináléjában Hellebrand Máté. A gyalogló számára befejeződött az idény, és kezdődik a felkészülés Rióra. Szinte az összes versenyen a kitűzött célokat teljesítettem, az összes hazai versenyemet megnyertem, illetve a külföldi versenyeken jól szerepeltem, ami még említésre méltó, hogy az olimpiai szintet, ami a legnagyobb cél volt, azt sikerült elérnem, sőt minden versenyen, amin elindultam, sikerült elérnem ezt a szintet, illetve az idei főversenyem, az Univerziád, én elért a negyedik helyemre vagyok nagyon büszke. Az atléta felkészülését több támogató is segíti, ma újabb szponzorral írtak alá megállapodást, az egyik autószalon is Máté mögé állt. Ez a szerződés egy gépkocsi használatot, a hátunk mögött lévő gépkocsi korlátlan használatát biztosítja a részére egészen az olimpia befejezéséig. Ezt a korlátlan használatot mi kiegészítettük még egy üzemanyagkártyával, amivel szintén korlátlanul tud tankolni, illetve a parkolási lehetőségben segítünk. A támogatói szerződés aláírásán a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke is részt vett, Gyulai Miklós egykoroni nyíregyházi színekben is indult olimpián. A Nyíregyház az mindig is meghatározó városa volt, és egyesülete is a magyar atlétikának, ez most sincs másképp, ugye most már van egy
fix olimpiai résztvevő Nyíregyházáról, és én még drukkolok, hogy legyen több, hiszen ugye Bakosi Péternek, vagy éppen Szikszai Robinak szerintem megvan az esély arra, hogy egy év múlva már olyan eredményeket produkáljon, ami akár elég is lehet az olimpiai részvételre. Hellebrandt Máté a 20 kilométeres távon áll majd rajthoz Rióban, de az atléta kacérkodik a gondolattal, hogy a jövőben a hosszabb, 50 kilométeres távot is kipróbálja. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Varga Béla tűzoltó ezredes irányítja a jövőben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot. Az új vezető az idén júniusban elhunyt Csepej Zsigmond dandártábornok helyébe lépett. Varga Béla ünnepélyes beiktatására a megyeháza Bessenyei termében került sor. Tirpák hagyományok, kulturális érték közvetítés és gasztronómia. Ennek jegyében szerveznek szombaton Tirpák Fesztivált és Hungarikumok találkozóját a Kossuth téren. Az esemény beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott több mint 45 féle tirpák finomság és hungarikum étel, valamint kulturális programkavalkád várja majd az érdeklődőket. Első segélynyújtási napon vettek részt a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagiskola tanulói. Interaktív foglalkozás keretein belül mutattak meg a gyerekeknek a mentőtiszt hallgatók olyan alapvető segítségnyújtó módszereket, amelyeket az iskolások is bármikor alkalmazhatnak. Az egészség napon a közelgő szív világnapjáról is megemlékeztek. Ezek voltak a legfontosabb történések Nyíregyházán szerdán. Csütörtökön is várjuk majd Önöket híradóval. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!